HR szakembereknek és vállalkozás vezetőknek szerveztek rendhagyó konferenciát. A kezdeményezéssel tájékoztatást szeretnének adni az érintetteknek arról, hogy a jelenlegi munkaerőpiacon milyen megváltozott vezetői, munkáltatói attitűdre van szükség, ha azt szeretnénk, hogy a munkaerő szívesen maradjon. Hétről hétre összejönnek a tatai vállalkozók szerda délelőttönként, és ennek a találkozónak a folytatása volt a mai rendezvény, ahova meghívtunk mi most más vendégeket is. Stresszes a munkahely, és ez legtöbbször a kommunikáció nem megfelelő minősége vagy hiányából adódik, akkor rengeteg energia elmegy arra, hogy a munkára fordítható időt, azt intrikára, konfliktus helyzetek átbeszélésére, improduktív idővel töltik, és azt gondolom, hogy egy pozitív légkörben, aminek az alapja a pozitív vezetői kommunikáció, sokkal szívesebben dolgoznak, akár még többet is a dolgozók. Innovatív ötletek kidolgozóit és a területen munkálkodó szakembereket invitáltak párbeszédre, bízva abban, hogy a nap tapasztalataiból a résztvevők saját környezetükben is hasznosíthatnak majd néhányat. Ebben az évben, amire a fókuszt helyezzük, azok az egészségbiztosítások. 2017. januártól komoly változások történtek a kafetéria rendszerekben. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden béren kívüli juttatás járulékköteles lett. Egyedül az élet, baleset és egészségbiztosítások, amelyek teljesen adómentesek, tehát sem a dolgozónak, sem a cégnek nem kell járulékot fizetnie, tehát költségként elszámolható tényező. És úgy gondolom, hogy a mai munkaerőpiacon nagyon fontos, hogy a cégek egy kicsit másképp gondolkodjanak. Jelenleg Komárom-Esztergom megyében 3% körül van a munkanélküliségi ráta, több mint 1000 üres munkahely van, tehát egyre nehezebb új dolgozókat felvenni, tehát nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy megtartsák a dolgozókat, és a dolgozók körében pedig ennek elég nagy előnye van, mert szeretik ezeket a juttatásokat, hogyha ugye a családi egészségügyi kiadásokat a cég átvállalja helyettük. Egy kis odafigyelés mindkét fél számára előnyös, a családok súlyos tízezreket spórolhatnak egészségügyi kiadásaikon, és kevesebb lehet a betegállományban töltött napok száma.